újabb állomásához érkezett a Flash 30 program sorozat. Jelenleg itt vagyunk a Flash központ teraszán, ahová a latin tánc és a latin zene szerelmeseit invitálták ez alkalommal. Mellettem áll Piller Kata, a Flash Károly Nonprofit Kft. Igazgató helyettese, és egyben az ötlet megálmodója. Honnét jött az ötlet, hogy pont a latin zenét válasszátok? Jó néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk a gondolat, de soha nem sikerült úgy, hogy ezt meg is valósítsuk. És annak ellenére, hogy rengeteg munkánk van, hála a jó Istennek, mivel most ünnepeljünk intézményünk 30. születésnapját, úgy gondoltuk, hogy ez egy kitűnő alkalom lesz. A vendégek is így gondolták, ugyanis pillanatok alatt megtelt a terasz. Voltak, akik már a vacsora előtt táncra perdültek. Nekik Szabó Attila és Körmendi Hajnalka biztosította a zenét. A zene pedig hamar felszabadította a résztvevőket a hétköznapi terhek alól. Jó a társaság, jó a kezdeményezés, jó a zene, jó a felhozatal, úgyhogy többet kéne ilyet csinálni, úgy gondolom. Ez a latin dolog, ez mindig is jó volt. Mert a fődobja, kellemes, nagyon jó. Jó zene. Ez nem erőd illik még. Azért szerettük régen itt, meg én ma is szeretem. A latin hangulathoz a finom ételek és a kevert koktélok is hozzájárultak. A zene egy pillanatra sem állt le. Színpadra lépett a Lucky Fellas nevet viselő banda. A két testvér a dallamokat egy kis humorral fűszerezte. Később pedig Szűcs Antal Gábor és Gál Péter is megérkezett Latin Varázs című műsorukkal. Különlegesség az, mert néha van egy szám, amiben elektromos gitárt is előveszem, és akkor már majdnem heavy metal lesz. Változatos, érdekes. Mennyire korosztályfüggő a latin zene, illetve az latin tánc? Szerintem a latin zene abszolút nem korosztályfüggő, mert a fiatalok, középkorúak, idősek ugyanúgy szeretik, mert dallamos, ritmusos, tehát van benne mindenki, és virtuóz, tehát mindenki talál benne magának tetsző dolgot. Van egy adott téma, amelyet eljátszunk, vagy közösen, vagy felváltva, és utána úgy mondjuk, hogy feladjuk egymásnak a témát, és lehet improvizálni. És itt lehet hegedülni. Tehát nem az, hogy nyűvöm a hangszert, mint az őrült, és szétszakadnak a húrok, hanem itt játszani kell, zenélni kell. Hamarosan ismét tematikus estét tartanak a Flash 30 keretein belül. Augusztus 16-án szombaton az olasz ételek, italok, na és persze a tánc kerülnek előtérbe, szintén a Flash Károly Kulturális Központ teraszán.